akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön az elmúlt évtizedekből. Bemutatkozik a FOMCO Group. Szép napot kívánunk mindenkinek, egy újabb beszélgetés interjú az Akiket az idő igazol című rovatunk keretén belül, ugyanis a vendégem a FOMCO Group alapítója, tulajdonosa és a fejlesztési igazgatója Nyulas Bernád. Nagy szeretettel üdvözöllek a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Bernád, kezdjük a legelejéről, én azt gondolom ezt a beszélgetést, olyannyira előről, hogy ugye hát egy több mint egy 20 éves cégcsoportról van már szó, 2002-ben alapult, és ki az a Nyulas Bernád, aki 2002 előtt mondjuk még csak álmodozott akár erről, gondolok itt arra, hogy akár milyen végzettségeid vannak, honnan származol, még a cég élete előtt mivel foglalkoztál? Hát én itt születtem Marosvásárhelyen 69-ben, itt nőttem fel. November 7-ben ott laktunk, ott jártam az elemi iskolát, aztán a Bolyóban végeztem matekfizikán 88-ban. Egy év katonaság után két évet Temesváron, aztán majd átjöttem Kolozsvárra, és Kolozsváron végeztem gépészmérnökit. És már az egyetem vége előtt édesapám hát indított egy vállalkozást, ő neki a szakmája régi rendszerben is kereskedő volt, kereskedelemben dolgozott, és hát neki ugye ezt tudta, és akkor elkezdtünk otthon a családi háznak az egyik szobájában, meg az udvaron, ilyen nagyban élelmiszerkereskedést. Akkor ez nagyon jól működött, még teljesen az elején volt, akkor nyíltak ezek a kis ABC-k, és nem volt még kialakul a beszerzés. És hát édesapának ugye megvolt a kapcsolata, megvolt a tudása, ezt kezdtük el. Én nekem ugye, hát én végeztem a mérnökit, de nem dolgoztam a szakmába egyáltalán, tehát nekem még nem volt szakmám. És akkor együtt dolgoztunk, hát családi vállalkozás volt, egy ott pillanatban öcsém, húgom, szüleim, feleségem, mindenki ott dolgozott. És együtt dolgoztunk ebbe a kereskedésbe egész 2000-2001-ben jöttem el tulajdonképpen, amikor úgy döntöttem, hogy megpróbálok valamit egyedül saját magamnak elindítani. És akkor gondolom, hogy ebből lett 2002-ben valami olyan szikra, ami igazából elindított ezt a FOMCO Groupot. Mi volt az első ötlet, első koncepció, amivel mondjuk ezt az alapítást, ezt megalapoztátok, ha mondhatom így? Hát tulajdonképpen én, amikor még ott dolgoztam az édesapám cégénél, akkor hát kerestem a helyemet. Előbb megpróbáltam fűrészáru gyártani, volt egy régi ilyen fűrészmal, amit megvásároltunk, de nem volt felépítve, felépítettem, elindítottam, aztán rájöttem, hogy ez egy elég érdekes szakma, ez a fűrészáru gyártás, mert ugye a fa az hol legálisan, hol nem legálisan került ki az erdőből, aztán ebben nem akartam belemászni, aztán vásároltam valami megmunkálógépeket, és időközben egy véletlen folytán, ugye kerestem a helyemet, kerestem, hogy mi lenne az, amivel bele tudnék fogni, és egyszer az jutott eszembe, hogy írtam egy levelet, amikben elmondtam, hogy ki vagyok, milyen végzettségem van, és hogy keresnék olyan külföldi céget, akivel együtt tudnék dolgozni. Az volt az én elképzelésem, hogy ő hozná a technológiát, esetleg a piacot, mint nekem volt egy terület, tudnám menedzselni, és akkor valami ilyesmi volt a fejemben. Megírtam angol ezt a levelet, és elküldtem az összes kereskedelmi kamarának, akit felettem az interneten Európában. Nem történt semmi, kivéve egy angol úriember felhívott Londonból, hogy neki van egy jó biznisz a számomra, és hogy akkor tahográfokat árulni Romániába. Fogalmam se volt, hogy mi az, hogy tahográf, de azt már megtanultam a 8 év üzletelés alatt, és semmi nem szabad nevet mondani. Aztán elég az hozzá, hogy ezt ő mindegyre hívott, én mondtam, hogy persze, hogy ne csinálj, de fogalmam se volt, hogy kinek lehet eladni, vagy hova lehet egyáltalán eladni. Addig, ameddig aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez egy uniós követelmény, és akkor volt az a periódus, amikor készültünk az uniós csatlakozásra, és ez egy követelmény volt. És akkor rájöttem, hogy ugye jön a törvénykezés, kötelezni fogja a szállítóknak, hogy legyen tahográfjuk, és amikor majd oda kerülünk, akkor lesz ebből üzlet. És felhasználva ugye az előtti üzleti tapasztalatot, elkezdtem, akkor még egyedül voltam, hálózatot építeni, partnereket behozni az egész országból, és amikor tényleg a törvény bejött, akkor tulajdonképpen 35-40 partnerünk volt az országban, aki már engedélyeztetve volt, be volt tanítva, és akkor egyből nagyon nagy kérés lett ezekre a tahográfokra.
Az uniós csatlakozás, ugye említetted ezt, ez 2007, tudjuk, 2008-ban volt egy óriási nagy válság, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy igazából nektek a 2008-as válság nem hogy negatívat hozott, hanem pont akkor kezdett beindulni igazán az üzlet ebben az egy-két évben? Nem, igazából ez már beindult, tehát én 2003-ban kezdtem el úgy igazából önállóan a saját cégemet, addig csak így próbálkoztam, és akkor már 2003-2004-ben akkor indult igazából, mert 2005-től már kötelező volt a tahográf, és előtte már mindenki szerelte. Úgyhogy 2003-2004-ben nagyon jó két évünk volt, még a 2005-ös is, de aztán ez az egész tahográfos sztori ez lecsengett, mert mikor már fel volt szerelve minden autó, akkor már nem kellett. De közben aztán mi azt csináltuk, hogy diversifikáltunk, állófűtéseket hoztunk, CB rádiókat, ugye ugyanennek a piacnak, ugyanennek a klientúrának más dolgokat is. Igen, 2008-2009-es válság azért érintett minket is, de hát nem voltunk olyan nagyok, visszaestek a számok, de nem, én nem éreztem úgy, hogy most akkorát estünk meg olyan nagy válságban. Aztán utána végül is a Fomco Group, ami még éppen nem volt Fomco Group, hogyha jól tudom, de hogy elkezdett bővülni. Melyek voltak azok az első gondolatok, az első lépések, amikor azt mondtátok, hogy oké, van ez a terület, ez a fejlesztés, de hogy azért jó lenne más irányba indulni. Hát azzal nem árulunk zsákba macskát, hogyha elmondjuk, hogy ti foglalkoztok most napelemekkel, GPS-ekkel, teherautójavítással, lakásépítéssel és bútoriparral is. Tehát hogy ezek olyan területek, ami nem feltétlenül első hallásra kapcsolódik össze, hanem persze biztos, hogy van kapcsolat, és majd elbeszélgetünk, de mi volt az első pont, amikor azt mondtátok, hogy jó, akkor lépjünk egy picit ebből ki, induljunk el valamilyen más útvonalra. Ez a 2010-es évekre tehető nagyjából? Tulajdonképpen ez úgy volt, hogy ugye a tahográfok miatt a szállításiparhoz abba csöppentünk bele, és akkor, ahogy mondtam, hogy a kereskedelembe is, mert tulajdonképpen kereskedelem volt, amit az elején végeztünk, ott is próbáltunk diversifikálni, de ugyanebben ezen az iparágon belül, ugyanazoknak a klienseknek. Ugyanúgy elkezdtük ezt a GPS nyomkövető rendszereket, az szintén még mindig a szállításhoz kötődött, előbb importáltuk, aztán kifejlesztettük a saját termékünket, és a kamionszerviz is ugyanide kötődik. Tehát ugye ezen belül próbáltunk, hogyha már úgyis megvan a klientúra, akkor nekik minél több szolgáltatást nyújtani. És hát tulajdonképpen, amikor ebből az iparból kiléptünk, az 2012 volt, mert volt egy valamekkora tőkénk, és tiszta véletlenül kapcsolatba kerültem ezekkel a napelemes rendszerekkel, és 12-be beindult egy ilyen támogatási rendszer napelem parkok építésére, amit meg volt a tőkénk, viszonylag gyorsan reagáltunk, és felépítettünk egy napelem parkot. Ezt 2012 őszén indítottuk be, abban a pillanatban akkor Romániában az volt a legnagyobb napelem park. Két hétig, aztán utána jöttek a nagyok, de akkor abban a pillanatban, tehát időbe kezdtünk. Úgyhogy 2012 óta tulajdonképpen, amikor kiléptünk a napelem parkkal más irányba, és valamikor 15-16-ban egy barátomnak az unszorására megvettünk egy ilyen blokkos projektet, egy 3P+3-as blokknak a projektjét, és felépítettük. És akkor ebbe úgy megizleltük, láttuk a számokat, érdemes, nem érdemes, aztán akkor ebbe kezdtünk, vettünk egy 10 emeletest, aztán még egyet, aztán megvettünk egy egész negyednek a projektjét, területtel, koncepcióval, mindennel, és akkor ebbe úgy évről évre most építünk, hol egy jó két 10 emeletes tömbházat, és tulajdonképpen az ingatlanos része a cégcsoportnak ezzel foglalkozik. Hogyan lehet egy ilyen cégcsoportot összefogni, hogyha ennyi területe van? Tehát, hogy mind alapító, mind tulajdonos, és mind akár fejlesztési igazgató, hogyan kapcsolódik mondjuk minden terület valahogy egy pontba? Vagy ezt teljesen külön, mint külön cégekkel kezelni, és külön kell foglalkozni, mert felébredek, ez a két órám csak erről szól, ez a két órám csak erről, vagy ezt valahol össze lehet azért fogni? Nem, tulajdonképpen ugye hát egyedül kezdtem, aztán úgy nőttünk csapatba is, alkalmazott számba is, bevételbe is, és hát ahogy nőttünk, úgy alakultak a kulcsemberek száma is. És akkor most tulajdonképpen minden 6 cégbe vagyunk szerveződve, mindeniknek van egy ügyvezetője, mindeniknek van üzleti terve, ezt mindenki a sajátját rendez, és én tulajdonképpen többnyire csak, hát az ügyvezető igazgató ő koordinálja, én pedig a fejlesztési részén próbálom mindeniket abba az irányba tolni, amerre én jónak látom. Tehát nem mondhatom azt, hogy naponta egyikkel vagy másikkal, megvannak
a negyedéves kiértékelők, akkor összehasonlítjuk a számokat, mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült, projekteken dolgozunk együtt, és hát tulajdonképpen így folynak a munkanapjaim. Hát amit említetted, egyedül kezdted, és most már, hogyha jól tudom, akkor több mint 100-an dolgoznak a FOMCO Groupnak, mind akár alkalmazottak, munkatársak. 250-en vagyunk most már. Hát akkor jócskán több mint 100-an, igen, 250-en. 2002-re, ha visszanézünk egy icipicit zárójelbe, volt-e esetleg ilyen kép mondjuk a szemed előtt egy olyan estén, egy gondolkodós estén, hogy szeretném mondjuk 20 év alatt egy 250 alkalmazottas céget összehozni, vagy csak egyszerűen az évek alatt alakult, és lépésről lépésre fejlődött, vagy azért volt egy ilyen nagy-nagy terv, hogy szeretnénk ezt így? Nem volt se ambíció, se feltétlen elképzelés, hogy hova, s mekkorát, se számokba, se alkalmazott számba, hanem hogy valahogy úgy, én úgy éreztem, hogy élvezem csinálni, szeretem új dolgokat megnézni, kigondolni, jó embereket megtalálni, őket magam mellé állítani, és akkor közösen ezt csinálni. Úgyhogy nem volt, és továbbra sincsen, hogy mekkora legyen, meg mennyi pénz, meg hány ember, hanem úgy, ahogy adódnak, hogy megkerül egy lehetőség, akkor mellé, ha megkerül a megfelelő kolléga, akkor azt megyünk tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nekem ez a feladatom, és ezt élvezem csinálni. Nyilván megvannak a nehézségei, ugye a piac is, a gazdaság is néha jobban, néha kevésbé jobban teljesít, olyankor mindig alkalmazkodni kell, de hát ez a kihívás benne. Hogyha már említetted a gazdaságot, akkor nyúljunk bele a mézes bödönbe, már csak abból a szempontból is, mert ugye azt gondolom, hogy vásárhelyen a legtöbb ember mondjuk a FOMCO-nak az ingatlan, mármint hogy a blokklakásokkal kapcsolatosan találkozik ezzel a FOMCO Grouppal. Azért van itt 3-4 évünk a hátunk mögött, amikor igazán szárnyalt az ingatlan piac, és most azt is látjuk, hogy egy picit most kezd ezt bedőlni, behanyatlani. Mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Mennyire érintett titeket ez az elmúlt 4 év, illetve most mi a koncepció, amit láttuk így a jövőre nézve? Hát igen, volt, jó évek voltak, és mondhatom azt, hogy ilyen szempontból picit szerencsések vagyunk, hogy nem az első 2-3 évben kapott el ez a mondjam azt, hogy válság, nevezhetjük annak most már, mert lehet, hogy akkor jobban megszenvedtük volna, viszont az a szerencsés helyzet van, hogy most azért már valamennyire elhelyezkedtünk a piacon, van egy kis tartalékunk, amivel azért úgy kitart, és hogyha jobb az idő, akkor kicsit felgyorsítjuk az építkezést, most ugye gyengébben mennek az eladások, nem látunk olyan tisztább perspektívát, szorosabbak a számok, így most egy kicsit lelassítjuk, és rendben van, le van lassulva az érezhetően, de úgy értettem nem csak nálunk, hanem úgy általában egész Romániában ez a helyzet. De nem tudom, én nem vagyok olyan nagyon pesszimista, elképzelhető, hogy egy-két éven belül megfordul ez a trend, hogy nem lesz, lehet olyan jó, mint volt, akkor nem lesz olyan, akkor kicsit szűkebben, vagy kicsit szorosabban tervezünk. Azt tudjuk, hogy legalábbis tapasztalatból, vagy hallottunk jobbról-balról híreket, hogy azért a minőséggel nagyon szerettek foglalkozni, és talán szerintem ez az egyik legfontosabb. Minden sikeres cégnél valahol az ott van, hogy a minőség az nagyon fontos. És mégis látjuk, hogy nagyon gyorsan fejlődő cégről van szó. Hogyan tudjátok kordában tartani mondjuk a minőség és a mennyiségnek az elvét, hogy tényleg ez arányosan tudjon működni? Általában szokták ezt mondani, hogy ahol minőség van, ott lassú munka van, ahol gyors munka van, ott minőség nincs. Ez hogy lehet nagyjából arányban tartani, hogy látod ezt? Hát igen, ez a minőség az nagyon fontos, én soha nem vagyok elégedett vele. Igen, ez a kihívás. Ez a kihívás, mert sokszor az van, hogy muszáj egy méretet is fenntartani ahhoz, hogy ez gazdaságos legyen. És akkor nem feltétlen azért kell nagyobb mennyiséget csinálni, mert hogy nagyobb számok kellenek, vagy nagyobb profit kell, hanem azért, mert egyszerűen van egy kritikus mennyiség, amiről már nem érdemes csinálni. Igen, van ebbe kihívás, ez kultúrát kell építeni, mindenkinek ez a szem előtt kell legyen. Hát igen, tényleg próbálkozunk ebben a minőségben jók lenni, de én úgy érzem, hogy sokat kell még ott dolgozzunk. Így van, és abból a szempontból is kérdem ezt, mert hogy sikeres vállalkozásként, vagy vállalkozóként sokan biztos megkérdik, hogy mi a sikernek a titka. Ugye általában ez egy olyan kérdés, amire szerintem helyes válasz nincsen, és nem is szabad, hogy legyen, mert hogy ez mindenkinek másképp működik. Nem is így kérdezném meg, hogy mi a siker titka, hanem mondjuk, hogyha lenne most egy fiatal Nyulas Bernát előtted, és megkérdezni, hogy hogyan induljak, vagy mit csinálják, vagy mit tennék másképp mondjuk ez a 20 év alatt, akkor te hogy milyen tanácsokat tudnál neki adni?
Hát, ha csak összehasonlítjuk azt a 2002-es, 2003-as évet, amikor indultunk, a mostani helyzete teljesen más, úgyhogy valószínű, hogy amiatt is másképp kellene csinálni, mert más a helyzet, más a gazdasági helyzet, de nyilván összegyűjt egy csomó tapasztalat is, úgyhogy sok mindent másképp csinálnék. De én azt gondolom, hogy amivel összetudtuk mi ezt hozni, mert tulajdonképpen itt a második szemem feleségem, aki nagyon-nagyon mellettem van, és nélkül valószínűleg nem lehetett volna ezt összerakni, de következetes, kitartó munka, az, hogy amit megígérünk, azt betartsuk, és nem kell könnyen feladni. Tehát mindig vannak minden üzletben meggyőződések, vannak jobb periódusok, vannak nehezebbek. Van, amikor nem hagynál fenébe az egészet, de nem lehet, mert dolgokat nyomni kell, aztán jönnek jobb időszakok, de én azt gondolom, hogy kitartó következetes munkával, alázattal, figyelve mindig a piaci trendeket, és jó csapatot építve magunk körül, én azt gondolom, hogy nekünk talán ez volt a sikerünk titka. Szerinted létezik ilyen, hogy tudatos és biztos siker, vagy azért mindig jókor kell lenni jó helyen? Hát én nem hiszem, hogy erre recept van. Az, hogy jókor lenni jó helyen, az nyilván így van. De másrészt meg az, hogy mindig várjuk, hogy akkor jön el a jó idő, és akkor én majd akkor igyekszem, ezért tenni is kell. Azt nyomni kell, erőltetni a dolgokat, még egyet, egy bejön, kettő nem kell feladni, és egyszer csak bejön. Tehát van az a közmondás, az édesapámnak egy kedvenc közmondása volt, és mindannyian egyetértek vele, segíts magadon, se Isten is megsegít. Csak várod, hogy történjen valami, és ha nem történik, akkor meg vége a világnak, az nem jó. Én nem így állok hozzá az élethez. Manapság nagyon sokan azt tanácsolják, főleg ilyen szakmai tanácsadók, vagy hogy is mondják ennek, ilyen karrier tanácsadók, hogy érdemes több lábon állni. Tehát, hogy ez ami azt jelenti, ugye, hogy nem egy konkrét dologgal foglalkozni, hanem szerte ágazó lenni, akár ilyen ipari, vagy gazdasági téren is. Ez most nálatok ezzel a 6 céggel elég szépen meg is mutatkozik. Te hogy látod ennek az egész több lábon állásnak a dolgát? Érdemes-e a mai világban ezzel foglalkozni, és tényleg, hogyha az egyik mondjuk hanyatlik, akkor a másik szépen ezt egyensúlyozza, vagy azért jó, hogyha az ember egy dologra fókuszál. Természetesen a te tapasztalatodból, vagy ebből a cégből, ahonnan jössz, egyértelmű, hogy egy kicsit szerintem a több lábon állás az, ami közelebb áll hozzád, de mesélj erről, ezt hogy látod úgy, aki megéli az egészet? Mint mindennek van előnye és van hátránya is. Tehát ez, hogy több lábon állunk, valószínű az idő is hozta magával, az is valószínűbb, hogy, vagyis az is elképzelhető, hogy amiatt is történt ez, mert ugye meséltem édesapámmal, elkezdtük 92-ben ezt a nagybani kereskedést, és tényleg jól működött, de úgy a 2000-es évek elejéig, vagy 90-es évek végéig nagyon-nagyon megnehezedett. Tehát kezdtek, nagyon sok versenytárs lett, kezdtek bejönni a mútik, és végigéltem azt, hogy mit jelent, akkor csak egy lábon éltünk, csak ezt csináltuk, hogy mit jelent az, hogy egy nagyon jó működő valamiből a végén már küszködés volt. És lehet, hogy marad bennem egy kis ilyen mondjam azt, hogy rossz érzés vagy félsz, és emiatt is diversifikáltam. De másrészt ez a több lábon állásnak megvan az előnye is. Pontosan ezekben az időkben, amikor van, ami most az ingatlan éppen nem megy jó, de most éppen jobban megy egy kicsit a napelem. Vagy akkor ugye a kamionszerviz az hozza az övét, mindig romlanak az autók. Most, hogyha kevesebb a szállítás, akkor maximum az, hogy nem jön épp annyi kamion, de hát olyankor nem veszik az új kamiont, a régit meg kell javítani. Úgyhogy van ennek előnye, a hátránya viszont az, hogyha sok lábon áll az ember, nem tud egy dologra koncentrálni, valószínű, hogy abban nem tud olyan jól lenni, nem tud olyan méretet elérni, amelyik talán gazdaságosabb lenne. Igen, annak megvan az előnye egy lábon állásnak, hogy akkor egy dologba, de abban jónak lenni, akár a legjobbnak lenni, minden forrást arra koncentrálni, és akkor lehet, hogy akkor nagyobb dolgokat lehet úgy elérni. Viszont, hogyha tényleg beáll egy ilyen helyzet, hogy most valami éppen nem megy, akkor sokkal nehezebb. Sokféle iparban, sokféle tudással rendelkező kolléga kell,
és ezeket koordinálni, mindig figyelni a piaci trendeket, az abban megvan azért a kihívás. Igazából egy olyan cégről beszélünk, aki, vagyis olyan dolgokról beszélgetünk, ami vagy Marosszék, vagy Marosvásárhelyhez kötött, de hogyha jól tudom, akkor ti egyáltalán nem csak Marosvásárhelyen vagytok jelen, sőt, mi több, hogyha jól olvastam, akkor nemrég üzletet nyitottatok Moldovai köztársaságban is. Ez erről mit lehet tudni, merre lehet még akár a Funko Gruppal találkozni az országon belül? Tulajdonképpen azért eléggé helyi vállalkozás vagyunk. Ugye, ahogy meséltem, a Taurafokkal kezdtük. A Moldova köztársasági céget azt tulajdonképpen azért nyitottuk, mert ennek a márkának, amit most már idestova 20 éve forgalmazunk Romániában, ennek vagyunk a kizárólagos romániai képviselete, és ők kérték, hogy vegyük át a moldovait is. Ott még sajnos még a csatlakozás még nem történt meg, még az előszele is csak úgy gyengén fújdogál, úgyhogy arra is számítva, hogy majd ez meg fog ismétlődni, tulajdonképpen azért nyitottuk azt a céget, tehát ott két alkalmazott van, még egyelőre nem nagy robbantás. Viszont a Taurafok miatt, hogy ugye azt országos szinten kellett műveljük, meg ugyanez lett a GPS-szel is, hálózatot építettünk, és nem nyitottunk mi több munkapontot, hanem partnerhálózaton keresztül úgy vagyunk jelen az országban. Van egy néhány kiáró értékesítő csapatunk, úgy a GPS-nél, mind az értékesítésnél, most már mind a napelemnél is, de tulajdonképpen azért, mint bázis, mind az üzletnek 80%-a azért vásárhelyhez kötődik. Így utolsó kérdésként azért megkérdezném, hogy mik a tervek a jövőre. Tudom, hogy egy olyan világot élünk, ahol nem lehet azt mondani, hogy 5 év múlva ez lesz, hanem úgy nagyjából mik azok, amivel szeretnétek fejlődni, milyen irányt vesz mondjuk a Funkur Group az elkövetkezendő időkben? Hát, ahogy mondtam, nincsenek sem feltétlen szám ambícióim, sem alkalmazott, sem mekkora lenni, vagy feltétlen az első lenni akár bármelyik iparágban, viszont ami akár a feleségemmel közösen mondhatom, hogy célunk az, hogy úgy összerakni olyan csapatokkal, olyan kollégákkal, akik úgy motiváltan, ügyesen tudják ezt építeni, kvázi akár a mi ott létünk nélkül is. Tehát egy mintacéget összehozni, hogy lehet kollégákon keresztül szép eredményeket elérni, talán ez inkább a fő cél. Aztán azon felül, hogy akkor még majd építünk egy negyedet, vagy még nyitunk pár showroomot az országba a napelemeknél, vagy éppen most egy raktárat gründolunk Bukarestbe, ezek már részletek. Bernát, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezeket elmondtad. Én azt gondolom, hogy egy igazán értékes, vagy teljes értékű beszélgetés volt abból a szempontból is, hogyha valaki mondjuk egy ilyesmibe szeretne belevágni, akkor egy olyan tapasztalatot hallhat, akinek igazán 20 év alatt ez szépen alakult és szépen összejött. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánunk nektek a következő évekre, bízom benne, hogy a következőkben is tudunk majd beszélgetni egyre nagyobb és nagyobb sikerekről, ami a Funko Groupot illeti. Úgyhogy Nyulas Bernát volt a vendégem, a Funko Group alapítója, tulajdonosa és fejlesztési igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.